Így robbantotta fel 2022-ben Scooter a színpadot a Fezenen. Az együttes idén is ellátogat a július 31-én rajtoló, immár a 27 éves fesztiválra. A szervezők ismét egyaránt kedveznek a rock, metal és a pop elektronikus zene kedvelőinek. Avantasia-tól a Judas Priestig, a Cradle of Filth-től ATB-ig, vagy éppen Betonhofitól Korda Györgyön és Balázs Klárin át a Tankcsapdáig 2024-ben is széles a merítés a Fezen kínálatában. Ha szélesebb tömegből merít az ember, akkor ugye szélesebb tömeget kell kiszolgálni. Tehát ott nagyon nehéz kuriózumokat hozni, és a Fezenbe én mindig figyeltem arra, hogy legyen kuriózum, tehát hogy ezért volt Alice Cooper, ami mit tudom én 20 év után volt Magyarországon a Fezenen, ami egy nagy dolog, vagy én ezért szoktam elhívni mondjuk a Dream Theatert, mert hogy mégiscsak a progresszív metal zenének a csúcsa. Kiemelt szempont, hogy a különböző színpadokon különböző műfajú előadók lépjenek fel egy időben, így ha valaki nem szeretne a Scooterre tombolni, az meghallgathatja például a Judas Priest korábbi gitárosának, K.K. Downingnak K.K.'s Priest nevű bandáját. 2024-ben a kemping is ingyenes lesz a Fezenen, ezt csak regisztrálniuk kell a bérleteseknek. A tavalyihoz hasonlóan a parkolónak egy részét választjuk le kempingnek, viszont úgy döntöttünk, hogy nem fogunk pénzt kérni a kempingért, tehát hogy ez egy plusz vonzerőnek szánjuk, hogy egyébként ugyanúgy felszereljük zuhanyzóval, folyóvizes vécékkel, ugyanúgy körbe lesz zárva, őrzött lesz a kemping, de egy kvázi bónuszként szeretnénk ezt a első körben a bérletek mellé adni, hogy aki egyébként eljön Székesfehérvárra, akkor nyilván legyen neki ingyenes szállás lehetősége. Minden hasznos, fontos információ és az összes eddig bejelentett fellépő megtalálható a fesztivál honlapján, a fezen.hu oldalon, de érdemes követni a közösségi felületeket is az újabb hírekért.